Pályaorientációs, valamint egészségnapot tartottak a Bozsik József általános iskolában november 28-án. A diákok reggel közösen gyújtották meg az adventi koszorú első gyertyáját, majd kezdetét vette az egész napos programsorozat. A pályaorientációs órák azok reggel 8-tól voltak iskolánkban, szülőket hívtunk, akik a szakmáikról meséltek a gyerekeknek. Elsőtől 8. osztályig mindenkinek meséltek. Ezután kezdődött az egészségnap. Alsósoknak, felsősöknek egy kicsit más volt a program, de a fő téma az a mentálhigiénia. Méghozzá az, hogy azt vettük észre, biztosan sokan is, hogy nem csak a felnőtteket viselte meg a COVID bezártsága, hanem bizony a gyerekeket is. Egy tanulmány szerint minél kisebb egy gyermek, annál tovább tart majd azoknak a képességeknek, készségeknek a visszaépülése, amit a COVID elvett a gyermektől. Gondolok itt a közösségben való létezésre. És azt próbáljuk meg idén a legfontosabb programjainkban elérni, hogy a mentális egészség milyen fontos, és ehhez adjunk segítséget a gyerekeknek. De természetesen a másik fontos dolog, a környezetvédelem is szerepet kap a mai napban, hiszen az egészséges környezet az egészséges életmódhoz is hozzátartozik. A Dunamente Ökocentrum a tudatos energiafogyasztással, a kisvárosi önkéntes szemétszedők pedig a komposztálással kapcsolatban tartottak interaktív előadást. Juhász Márton a Zöld Kéz Egyesület képviseletében a Szentpál-sziget élővilágát mutatta be. Lipka Nóra jóvoltából művészetterápiás foglalkozáson vehettek részt a gyerekek. Simon Anett jógaoktató pedig a jóga jótékony hatásaira világított rá az egészségnapon. Az iskolai szociális munkásunk és a fejlesztő pedagógusunk pedig összeállított egy olyan játékos tevékenységsorozatot, amit kifejezetten a mentális egészségvédelmére találtak ki. Az alsó tagozatosok pedig az olimpiai nevelés programjához kapcsolódóan érzékenyítő és szintén az előbbi témához kapcsolódó előadáson vehettek részt. És a nap megkoronázása úgymond, 10 órára érkeztek hozzánk a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületéből Dunai Antal és Dr. Faragó Tamás olimpiai bajnokaink, akik a saját pályafutásuk mellett természetesen arról is beszélnek, hogy miért is fontos a sport a mentális egészségünk megőrzésének érdekében. Az élménydús nap Kovács Klaudia jóvoltából kutyás bemutatóval zárult.